április 3. szombatján tartják mindenhol a világon a Record Store Day-t. Ez nem más, mint a lemezboltok napja. Ünnep egy már alig létező piacon. László Pál riportja. Jó reggelt, jó kávézást mindenkinek még egyszer. Ho-ho! Elindul egy metronom. Így kezdődött a lemezboltok napja az egyik legrégebbi magyar független lemezboltban Budapesten. Itt a Wave-ben 1989 óta közelről figyelik a lemezek és így a lemezboltok haldoklását. Igaz, Pápai Sándor azt mondja, volt azért fénykor is, amikor érdemes volt egy ilyen pici boltot fenntartani. Ma azonban már ő is másból él. Nekünk ez már nem rentábilis, nekem van már másik munkahelyem egy pár éve, és a szabadidőmet ott töltöm, itt pedig a hobbimnak egy jó költséges hobbi. Hát ilyenkor nagyon jó, amikor így érezzük a törődést, a hétköznapok azok tudnak deprimálóak lenni. Persze nem mindenhol ilyen rossz a helyzet. Április 3. szombatján évek óta a lemezboltok nemzetközi ünnepét tartják több mint 30 ország, mint egy 1000 boltjában. Ilyenkor tele van a Wave is. Híres zenei szakújságíró, amatőr és profi műgyűjtő zarándokol a Bakelitek szigetére, és erre a napra sok zenekar időzíti az új megjelenést is. Németh Róbertet, a Pegazusok nem léteznek, és a Heaven Street 7 basszusgitárosát egy másik lemezboltban szúrom ki válogatás közben. Ő egyébként is sok lemezt vesz, de ilyenkor rituálisan vásárol. A 90-es évek közepe másik fele volt egy ilyen mondjuk aranykor, és ahhoz képest brutálisan leesett a lemezfogyasztás. Ennek ellenére van egy igazán lelkes közönség, aki máig kitart. Ez nem tömegkultúra, ez egy nagyon masszív, tudatos rétegkultúra, de mint rétegkultúra nagyon tudatos. Tehát nagyon, van egy nagyon elkötelezett kör, akinek fontos ez az egész. Tehát ez azért egy szemmel látható pici, de szemmel látható vásárlói kör. Vagyis aki slágert akar, már rég nem költ lemezre. Letölti, vagy nagy ritkán digitálisan megveszi. Aki azonban kicsit komolyabban érdeklődik a zene iránt, az itt van, ahogy ma is itt volt. De ma egy kis különlegesség is érkezett. A Wales félig új-zélandi, félig brit csapat. Már a bolt előtt rajongók várták őket, és aztán már szinte be sem lehetett férni a koncertjükre. Some say you'll never be gone forever. Some say there's music where you go. Ők a lemezboltok napja magyar kiadásának első külföldi zenekara. Este egyébként az A38 hajón játszanak. László Pál, Hír 24. To a pond, the ocean.